szeretkeztünk 120 fokos szöget. Tudjuk azt, hogy a 120 fokot úgy lehet a legegyszerűbben megszerkeszteni, hogy kétszer vesszük a 60 fokot. Először is húzok egy szögszárat, és megjelölöm rajta a szög csúcsát. Majd beleszúrom a körzőmhegyét a szögnek a csúcsába, tetszőleges körzőnyílást veszek fel, és körívet fogok rajzolni. Itt a körívemet egy kicsit meg is hosszabbítom, hogy a 120 fok teljesen ráférjen. Majd megtartom ezt a körzőnyílást, és beleszúrom abba a pontba a körzőmet, ahol a körívem ugye elmetszette a szögnek a szárát, vagyis ebbe a pontba, és ugye rámérem ezt a körzőnyílást egyszer. Itt, ahol elmetszette, itt lesz nekem a 60 fokos szögem. Most át fogom szúrni a körzőmnek a hegyét a 60 fokos szögbe, és még egyszer rámérem ezt a körzőnyílást. Majd, ahol meglett a második meccéspontom, azt a pontot összekötöm a szögnek a csúcsával, meghosszabbítom, és meg is kaptam a 120 fokot.